annyit a király! Hoppá, hoppá, nyomja ez a... Szombaton délben rajtolt el a nem mindennapi kihívás. Az első órában még mosolyol az arcukon tekerték a kerékpárukat a résztvevők. A maratonnak az időjárás is kedvezett. A szokatlanul hűvös időben könnyebb dolguk volt a sportolóknak. A versenyre a vegyes csapatok mellett egy lánycsapat is nevezett. Mi Tiszakécskéről jöttünk, már most nem az első, hanem 9. vagy 10. alkalommal jöttünk el. Nagyon jól érezzük magunkat, amikor csak tehetjük, mindig itt vagyunk. És 15 éve egy terembe edzünk, ugye mindannyian, és így verbúválódott össze lényegében a csapatunk. A legtöbb csapat az elején próbált komolyabb tempót diktálni, hogy minél több kilométert összegyűjtsenek. A tagok folyamatosan váltották egymást a kerékpárokon, majd 48 percenként rövid szünetet tartottak és biciklit cseréltek. Volt olyan hévízi egyesület, amely két csapatot állított ki. Nekem az a fő célom ezzel a versenyre készüléssel, hogy nyáron azért kevésbé járnak az emberek edzeni, és így tudom őket motiválni arra, hogy gyertek, edzünk, készüljünk fel erre a versenyre, jó hangulat van, szól a zene, szóval izgatottan vártuk, közösség, csapatépítő programnak is teljesen jó. A szakemberek szerint a spinning az egyik legjobb kardioedzés. Intenzitástól függően akár 7-800 kalóriát is el lehet égetni egy óra alatt. Emellett jó hatással van a keringésre, és fokozza a tüdő kapacitását is. A versenyhelyzet pedig jó adrenalin löketet ad, nem mellesleg erősíti a csapat szellemet. Ez egy régi történet, 15 évvel ezelőtt, még a Vűz Kft-től megkeresett a Kingő Gyuri, és akkor találtuk ki ezt az ötletet, hogy csináljunk a strandon egy versenyt, hogy kicsit publikáljuk a sportot, a mozgást, és akkor pattant ki ez az ötlet közösen a fejünkből, hogy akkor a spinning kerékpárokra teszünk kilométerórát, és 10 órát tekerünk, és a 10. óra végén megnézzük, hogy melyik csapat hány kilométert tekert be, és akkor aki a legtöbbet, természetesen az a nyertes. Az idei Spinpa maratonra 12 csapat nevezett. A 10 óra alatt minden csapat legalább 250 kilométert tekert. A versenyt a Mazsola nyerte 350 kilométerrel.